földszi barack egyik a szép, ez 650, ez pedig 350-400. Az egyik szexádi kistermelő azt mondja, kevesebb, de nagyobb szemű őszi barack termett az idén az időjárás miatt. Hát állandóan öntöznünk kellett egész eddig. Ami kisezső volt, ennyire ázott át a föld. Az Alföldről érkezett édes gyümölcsért 700 forintot kértek el a szexádi piacon. A kajszi barack ennél is drágább. A bátaszéki termelő szerint a gyenge termés elsősorban a tavaszi fagy, az aszály, a nyár elejé esőzések miatt van. Fagyás volt tavasszal, és akkor a kajszi barack főleg nagyon elfagyott, tehát nagyon kevés fajta az, ami megmaradt. Mennyi kilója? Hát most egy 900-ért adom itt ezt az utolsó fajtát, ami még van. Nem csak a gyümölcs, hanem a zöldség is jelentősen drágult. A piacon a petrezselyem gyökér kilója 500-600 forint, a boltokban 900-1200 forint. Egy kiló cukkini 350 forint a termelőknél, míg az egyik nagy bevásárlóközpontban 430 forintot kérnek a tökféléért. A vevők azt mondják, alaposan megfontolják, mit vegyenek, mit főzzenek, de azt elismerték, hogy a piacon jóval kedvezőbb árakon jutnak hozzá az ebéd hozzávalóihoz, mint a boltokban. Alapján véve minden drága. Na azért a levesekből nem spórolom ki a zöldséget, és tehát a sárgarépát, a zellet, ilyesmit. De viszont a főzelékeknél már nagyon nagy bajba vagyunk, mint nyugdíjasok, mert ugye a zöldbabnak 1100 forint kilója. Lukulusz paradicsomot, amit nagyon szeretek. Mennyibe kerül? 700 forint kilója, de csak ezt tudom megenni sajnos. A Központi Statisztikai Hivatal májusi adatai szerint a gyümölcsök árai 80%-a haladták meg az egy évvel korábbiakat, amit alapvetően az alma árának 123%-os drágulása okozott. A körte felvásárlási ára 35%-a haladta meg az egy évvel korábbit, a többi gyümölcs 50%-kal drágult. Ledó Ferenc, a Fruit Web Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanácselnöke azt mondja, több oka van a drágulásnak. Gyümölcsöknél egyértelműen a tavaszi fagyok okozzák a szatmékszerű drágulást. A többi növénynél pedig ugye egyrészt a munkabér költségeknek a folyamatos növekedése, és főleg azoknál a növényeknél, mondjuk ilyen a zöldbab is, ahol ugye kézzel kell leszedni, amit a piacra viszünk, drasztikusan megnövekedtek az élő munkaköltségek. Csak egy példát mondok, hogy 2016-ban a napszámosnak ugye 5-600 forintot fizettek óránként, most az 1200-1500 forint. A teljesítmény meg nem változott, tehát ugyanannyi mennyiséget tud leszedni, sőt azt kell mondani, hogy majdnem csökkentek a teljesítmények ahhoz az időszakhoz képest. A másik ugye a Covid-járványnak volt egy olyan hatása, hogy ezek a biztonsági intézkedésekkel a munkaszervezés és egyéb termelékenysége kicsit csökkent, tehát emiatt is ugye gyakorlatilag ez is ezeket a költségeket is próbálja beépíteni, meg egyéb inputanyagok is folyamatosan növekednek, tehát a növényvédőszer műtrágyától kezdve az anyagi jellegű költségeket mind növekszik, gépi munkaerő költséget mind növekszik, ezt próbálja beépíteni. Azért hozzáteszem, hogy a zöldséggyümölcsnél, főleg a friss piaci termékeknél a kereslet kínálat határozza meg az árakat. A jövőben nem lesz ennyire drasztikusan drága a zöldséggyümölcs, véli a Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke. A zöldségeknél ez a párszázalékos növekedés, ez a tendencia meg fog maradni. A gyümölcsönél nem valószínű, tehát ahhoz ugye hozzájárult ez a nagymértékű fagykár, hogy az összes gyümölcs termésnek még a felese lesz az idén, jó, hogyha 40% körül becsüljük. Arra fel kell készülni, hogy folyamatosan egy növekvő tendencia fog jellemezni az élelmiszerákra, és ez nem csak az zöldséggyümölcsre, többi élelmiszerre is fog vonatkozni, hisz hogy látjuk, az uniós támogatások azokat csökkenteni szeretnék a 21-27-es periódusban, ugye ha nincs akkor a támogatás, akkor a termelő, ha úgy érzi, hogy egy tisztességes jövedelmet nem tud elérni, akkor abba hagyja. A vírusjárvány miatt ráadásul a szállítás is többe kerül majd, amit valószínűleg szintén a fogyasztóra hárít a termelő.